Különleges dallal és klippel jött ki az idén 30. születésnapját ünneplő Omen zenekar. A Család című dalhoz egy olyan videoklipet készítettek, amelyben a zenekar több régi tagja is feltűnik. Most nézzük meg ezt a klipet, utána pedig Stulával és Lászlóval beszélgetek. Meg annyi cél, minden lépés új kezdet. Ha megérkezünk, vagy eltévedünk, egy érintés a végzet. Nincs mitől félni, ez egy család, elenged, ha menned kell. Csak úgy érkezz, ahogy indulsz, ott a szikra a szemedbe. Sziasztok, üdvözöllek nálunk titeket. Hello. Hello, hello. Stula, ha jól tudom, akkor te írtad a szöveget. A te fejedből is pattant ki az ötlet, hogy kéne egy ilyen plusz szám. Igen, már egy évvel ezelőtt, még tavaly nyáron volt egy erdélyi kis turnénk, és ott jött a fejembe, hogy kellene egy ilyen családcentrikus nótát írni. Úgyhogy lassan beadtam a srácoknak, és azt mondták, hogy akkor csináljuk meg. És nagyon illusztris helyet kapott, mert ha jól tudom, akkor ez majd egy best of lemeznek lesz a bónusz trackje? Így van, ezzel idén szeretnénk előhozakodni, lesz majd évvége fele egy nagy bulink, és akkor, ha ügyesek vagyunk, akkor ott lesz egy ilyen bónusz trackként ez a Család című dal. Ugye több régi tagot is láttunk a klipben, könnyű volt őket meggyőzni, azonnal kötélnek álltak? Abszolút egyből jöttek, jött, aki jött, jött, aki nem jött. Aki jött, annak örültetek. Így van. És fölénekelték hát a Kalapács Jöci, a Kori, korábbi énekeseink, és a gitárosok, Szijjártó Zsóti, Sárközi Lajos, ki van még? Vörös Gabit mondtad? Vörös Gabi, jó, csak viccelek, tehát mindenkit tudok. Az a helyzet visszautalva még, hogy ez a család ez úgy alakult a Stula fejében, hogy tényleg már régóta készül, hogy igazából egy olyan családról szeretett volna beszélni, ami egyrészt nyilván a közvetlen család, tehát hogy papa, mama, gyerekek, és amikor ezt bővítjük, amikor a barátainkat is azt mondjuk, hogy te is egy családtag vagy, a zenekari társakat, és én mindig tovább megyek a gondolatban, hogy én nekem régi szívügyem, hogy az összmagyarság is legyen egy család, pont az erdélyjel kapcsolódok egy kicsit. Tehát így lett ez a család. És ha jól tudom, akkor itt az új gitárosnak is nagy szerepe volt ebben a számban, mert hogy volt nálatok egy csere, vagy? Így van, évelején volt egy csere, ha jól mondod. Tehát Nagy Máté elment a zenekarból, és hát már közeledtünk a tavaszi turnésorozathoz, és akkor gyorsan kellett választanunk gitárost, keresni, de nem volt ilyen casting vagy hasonló, úgyhogy Tóth Karcsi Carlos barátunk lett a gitárposztra, érkezett, és ő hozta magával egy-két új dalt. De annyira meglepő volt, hogy igazából tetszett a zenekarnak egyből,
És akkor azt mondtuk, hogy jó, hát akkor van egy viszonylag új énekes, van egy viszonylag egyből új gitáros, rakjuk össze, amink van, és ebből alakult, így lett a család színe. Ez még hozzátartozik egyébként, hogy a Carlos, az a Szijjártó Zsolti egyik régebbi gitárosunk, és még korábban a Daci Zsolt Bendegúz, Isten nyugosztalja, az ő tanítványa volt, és a mai napig úgy emlegeti őt, hogy a mesterem. Tehát az igazi feeling a játékában az onnan ered. Örökítette akkor. Beszéljünk egy picit az utolsó lemezetekről, ami ugye aranylemez lett. Ti hogy értékelitek ezt az Omen lemezek sorában? Hát vegyes érzelmekkel, mert ugye manapság egy aranylemez, mint tudjuk, az nem egy nagy baszizdasz, de nem mindenkinek van. Tehát még egyrészt meg azt gondolom, hogy a mai világban azt mondják, hogy persze, mert hogy az eladott lemezszám alapján nem baszizdasz, de ma már annyira kevesen vesznek lemezt, hogy azt hát gondolom, igen, hogy már ez is baszizdasz. Igen, egyébként a letöltése, komplet lemeznek a letöltése az négyszerese volt, mint a megvásárolt CD. De hát nagyon örültünk neki, hogy még fél éves se volt a lemez, amikor már aranylemez érett, úgyhogy... Állítólag halad a platina fele. Na, csak így tovább, akkor ezt kívánom neki. Annyira még beszéljünk, hogy azért idén terveztek egy nagy születésnapi bulit, gondolom itt a 30. év megünneplésére. Mikor várható és milyen különlegességgel készültek? A különlegessége az, hogy Kalapács 20, Ómen 30. Tehát ez egy nagy csapatban lesz. November 27-e Barbanegra. Szeretnénk meghívni azokat is természetesen, akik szerepelnek a klipben. Hát akkor ez egy hatalmas buli lesz, nagyon várjuk, reméljük, hogy nem lesz semmi akadálya. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük a meghívást.